Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Nem tudom, azt mennyire tudjátok, hogy itt a szomszédban zajló háborúval kapcsolatban ugye lassan az ukrán katonák elfogynak, és valami harmadik hadsereg van már, két hadsereg az elfogyott, és ez az ukránoknak a harmadik hadseregük. És akkor azt találták ki az EU-ban, hogy valami 9 ország, közép-kelet-európai ország, az majd állítson ki hadsereget. Mi nem vagyunk benne. Mi nem vagyunk benne. De benne vannak a románok, meg a szlovákok, meg a csehek, meg lengyelek, meg lettek, litvánok, meg ilyenek, ezek benne vannak, tehát 9 ország. És állítsanak hadsereget ki majd, és akkor menjenek ők harcolni. Tehát most ezt nem értem igazából, hogy ezt hogy gondolták, hogy ez zsoldos hadsereg lenne, vagy sorállományú. Elég érdekes, mert hogyha ezekből az országokból kiállítanak innen-onnan hadsereget, jó, akkor az nem NATO csapatok lesznek, de akkor az ellen, az ország ellen, vagyis az az ország, akkor gyakorlatilag hadot visel. Egy ilyen szövetségben lévő országok hadot viselnek gyakorlatilag az oroszok ellen. Na most akkor az azt jelenti, hogy az oroszok viszont megtámadhatják azt az országot. És ha azokat az országokat megtámadják, akkor meg ugye a NATO-nak kötelessége beavatkozni, mert hogy hát hogy megtámadták egy NATO országot. Tehát így eléggé gáz ez az egész. Tehát ugye már valami olyasmi tervek vannak Amerikában, hogy már nem az utolsó ukrán katonáig folyjon Ukrajnáért a harc, hanem az utolsó ukránig. Érted? Tehát az utolsó ukránig. Tehát elég érdekes dolgok történnek itt a szomszédban. És nem tudom, azt tudjátok-e, hogy azt tervezi az USA meg Európa, tehát az Unió, hogy egyesüljenek kereskedelmileg. Nem tudom, tudjátok-e. És tehát, hogy gyakorlatilag legyen egy ilyen kereskedelmi egyesülés, ugyanis nem tudom, azt tudjátok-e, hogy most Kínával szemben kereskedelmi szankciókat tervez az EU, és az Egyesült Államok. De ilyen nagyon durva kereskedelmi szankciókat, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag a kínai termékeket betiltaná. Gondoljátok végig. Tehát, hogyha a kínai termékeket betiltják, hát akkor a gazdaság, az európai gazdaság az eléggé padlóra kerül, igen, mert nagyon sok termék, meg alapanyag az Kínából jön közvetlenül. És hát most ugye van egy ilyen G7-es csúcs találkozó, ami gyakorlatilag ugye a világ 7 legfejlettebb országa, de nincs benne az orosz, meg nincs benne a kínai. Tehát őket meg se hívták most erre a találkozóra. És ott ezen a találkozón
próbálják elérni azt, hogy ugye kik vesznek részt ebben, ugye innen Európából Németország, Olaszország, Nagy-Britannia, Franciaország, ugye Észak-Amerikából Kanada, Egyesült Államok és Japán. Hát ugye ez a 7 ország, ha jól számoltam, ez 7 ország. És mondom, Kína ellen terveznek most olyan szankciókat, vagy még nagyobbat, mert kereskedelmi szankciókat, mint ami az oroszokkal szemben csinálnak. És azt akarja az USA, hogy szűnjön meg az oroszokkal a kereskedelem, szűnjön meg a Kínával a kereskedelem, Európának, az Uniónak, és csak ugye más országokkal kereskedjenek, de elsősorban ugye az USA-val. Tehát az USA-val történjen a kereskedelem. Tehát itt elég érdekes dolgok történnek itt a világunkban, és hát ugye jó kérdés, hogy ezeknek mi lesz a vége, mert ha az orosz termékeket megnézzük, meg az orosz, meg a kínai termékeket, akkor ugye azok olcsók. És ugye még az Egyesült Államok is csinál olyanokat, hogy Kínától vásárol olcsó dolgokat. Ha ezt beszüntetik, akkor eleve Amerikától drága termékeket lehet majd kapni. És hát ugye itt drága beszerzési árakon fognak vásárolni. És akkor milyen anyagi helyzetük lesz az embereknek? Hát ez nagyon durva, és ez nem, tehát nem hírek ezek, amikből hallottam ezeket, hanem szakértőktől. Tehát a szakértők elemzései. Tehát én soha nem nézek híreket, mert abban akkor a hülyeségek vannak. Tehát szakértői elemzések. Mert a hírekben például azt mondják, azt hazudják, hogy micsoda ukrán sikerek vannak a háborúban, az közben gyakorlatilag majdnem nullával egyenlő az ukrán siker. És az oroszok azok folyamatosan nyomulnak előre. Tehát ha nem is gyorsan, de szépen folyamatosan nyomulnak előre. Tehát például nem tudom, tudjátok-e, hogy most egy hatalmas fegyverraktárt robbantottak fel a Ukrajnába az oroszok. Méghozzá az újonnan küldött nyugati fegyverek raktárát robbantották föl, tehát gyakorlatilag egy csomó újonnan raktározott, tehát most nemrég érkezett nyugati fegyver került a levegőbe, és nagyon érdekes, mert akkora robbanás volt, mint egy kisebb atomrobbanás. És arról is volt szó, hogy felszabadult atom marad, tehát ilyen, hát valami radioaktív sugárzás szabadult föl, tehát valami olyan fegyverek is voltak, illetve lőszerek vagy rakéták, ami tartalmaztak valamilyen formában ugye uránium, ilyen gyengített urániumot, és ugye azok is felrobbantak. Tehát természetesen ugye ott elég sok ember is meghalt, tehát nem csak ugye hadi anyag, ugye a küldött hadi anyagok. Tehát ezt most csak azért mondom, hogy ugye ezekről nagyon a hírek azok nem nagyon beszélnek, mert ugye csak arról beszélhetnek, hogy milyen jól szerepelnek az ukránok, és hogy igazából valóságban mik történnek, arról nem nagyon van szó. Szóval eléggé
érdekes világot élünk, és ugye most kezd beteljesülni azok a jövendőlések, amit én elkezdtem mondani már évek vagy évtizedek óta lassan, mert évtizedekkel ezelőtt kezdtem, és hát ezt az emberek nem vették komolyan, ezeket a jövendőléseimet. Miért vannak ilyen jövendőlések tőlem? Mert vannak olyan képességeim, hogy fentiek megsúgják, hogy mi várható a jövőben. És ezáltal ugye nyilván engem mindig érdekelt az, hogy mi várható a jövőben, és akkor adnak ezzel kapcsolatban információkat, hogy mi várható, de nem azt az információt, hogy jutunk el ahhoz a végeredményhez, ami várható, hanem mindig a végeredményt mondják, hogy mi várható, de az, hogy oda hogy jutunk el, az ebből a szempontból lényegtelen. Tehát most, ha mit tudom én, te mondjuk el akarsz utazni, mit tudom én, innen Budapestről Nyíregyházára, tök mindegy, hogy autóval mész, vagy vonattal, vagy busszal, az a lényeg, hogy oda juss. Nem tudom, világos-e. Az, hogy a végeredmény hogy jön létre, az ebből a szempontból teljesen részletkérdés. Tehát mellékes. Tehát nem az a lényeg, hogy jutunk el a végeredményhez, hanem az a lényeg, hogy folyamatosan azt látom, hogy azok történnek meg, azok a végeredmények, amiket súgtak, és amiket én ugye itt a PPH-s időszakomban már a 90-es években elkezdtem mondani, a 90-es évek második felében, és akkor onnantól ugye egyre több olyan információt. Hát én ugye beszéltem én annak idején, olyan 97-98-tól, az 10 év múlva várható eseményekről. Az pontosan még ott az évek azok nem voltak meghatározva, hogy az mikor fog, ugye 2008-ban volt egy nagy válságunk, hogy az mikor fog megvalósulni, tehát én azt látom, hogy igazából minden megvalósul azokból, amit ugye jövendöltek nekem, illetve hát a világnak, vagy Európának, vagy hát nyilván az a lényeg, hogy ahol élünk, hogy a világ másik felén van, az mi történik, az ebből a szempontból részletkérdés. Persze, ami a bolygó életét meghatározza, az annyira nem részletkérdés. Szóval ugye egy érdekes helyzetünk van, és most ugye ezt azért mondom, mert az embernek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy minél tudatosabb legyen, és minél jobb anyagi helyzetbe kerüljön, minél hamarabb. Miért? Hát mert hogyha ne adj Isten, itt olyan dolgok történnek, akkor lehet, hogy el kell innen menni. Értitek? Nyilván tudjuk azt, hogy erre játszanak, már ezt is mondtam, hogy már vagy 10 éve, hogy arra játszanak, hogy a magyar lakosság innen kiköltözzön, de nem csak a magyar lakosságra vonatkozik ez, hanem az egész Kárpát-medence lakosságára vonatkozik, hogy lehetőleg minél többen kiköltözzenek a Kárpát-medencéből, és később be lehessen költözni. Nyilván már valamilyen beköltözés azért folyik, de ez nudli lenne ahhoz képest, hogyha tömegesen költöznének ki a Kárpát-medencéből az itt lévők. És itt nem csak ugye a magyarokról van szó, hanem a többi népről is. Tehát aki a Kárpát-medencében él, ugye szlovákok, ugye Kárpátalján ukránok, most akkor a nagyobb népekről beszélek, vagy ugye Erdélyben a románok, vagy ugye délvidéken a szerbek, ugye horvátok,
Jó, és ugye ez azt jelenti, hogy ugye rajtunk kívül más népekről is van szó. Ugye miért kellene kiköltözni? Hát mert ez a föld minden szempontból legbiztonságosabb része. Természeti katasztrófák is egyéb téren. És gyakorlatilag itt a Kárpát-medencében és annak közvetlen környékén minden életfeltétel megtalálható. Tehát minden életfeltétel. Tehát nem tudom, tudjátok-e például azt, hogy ez már egy régi terv, hogy Oroszországot a kelet-európai népek hadseregeivel gyengítsék meg. Tehát, hogy a kelet-európai népeket feláldoznák. Ezt nem tudom, tudjátok-e? A nyugatiak. Nem tudjátok? Pedig ez már régi terv. Ezt tudjátok, mi ott a terv? Hú, már a hidegháború idején ez volt a terv. Érted? Meg még előtte már voltak, a második világháború előtt voltak ilyen tervek, meg az első világháború előtt voltak ilyen tervek, hogy feláldozni azokat a népeket, ugye, hogy a orosz birodalmat megszüntessék. Oké? Mert ugye egy birodalmat akarnak a Földön, ugye ez a brit-amerikai birodalom lenne, tehát, de ahhoz ugye a kínaiaknak meg az oroszoknak azért lesz egy-két szavuk. Meg azért más népeknek is, mert gyakorlatilag Amerika párti az körülbelül 50 bolygó, vagy a bolygón 50 nép, tehát 50 ország, és van több mint 200 ország. Tehát a bolygó háromnegyede az nem Amerika párti. Világos ez? Csak sajnos mi egy olyan részen lakunk, amely Amerika párti. És amerikai érdekszféra. Illetve amerikai brit érdekszféra. Mert ezt a kettőt nem igazán lehet szétválasztani egymástól. Jó, és ez nem elkeserítés, hanem épp arról szólna a történet, hogy ugye az emberek tudatosodnak, akkor nem hagyják magukat megvezetni. És utána néznek dolgoknak, és nemet mondanak. Tehát most mondok példát, tehát a szlovákok és a csehek, azok maga a kormányok, a szlovák és a cseh kormány, bár ugye Szlovákiában most ügyvezető kormány lesz, de az eddigi kormány, meg a cseh kormány az nagyon ukrán párti volt. Ugye már a csehek is, meg a szlovákok is már küldtek fegyvereket Ukrajnának, és tehát kisöpörték a régi elavult fegyvereiket, és azt átadták Ukrajnának, és tehát maga a kormányok azok nagyon ukrán pártiak, és nagyon azon vannak, hogy minden áron támogatni kell Ukrajnát, csak a közvéleménykutatás azt mutatja, hogy a népek nem. Tehát se a cseh, se a szlovák nép az nem akarja támogatni az ukránokat, nem tudom, elég világosan. Tehát ami azt jelenti, hogy hát lehet, hogy a népek ellenállásába fog ütközni ez a dolog, mert a népek azok nem akarnak. Most gondold végig, te harcolnál, mert ugye most Ukrajnában kik harcolnak? A 18-tól 60 évesig. Tehát harcolnál egy idegen ország érdekeiért. Hallottam egy olyat, hogy egy szakértő, tehát egy ilyen politikai, meg ilyen tehát katonai szakértő, most hirtelen nem jut eszembe a neve, mindegy, jártak most nemrég Erdélyben, ilyen körutazást csináltak, és ott ilyen, ugye megszervezték neki ezt a körutazást, és ott előadásokat tartott erről a helyzetekről, lehetett ott kérdezni.
és megkérdezte, hogy az EU-ért harcolnának az emberek, akik ott voltak, közönség, az EU-ért harcolnának, azt mondták, senki nem tette fel a kezét. És akkor ugye megkérdezte, hogy a hazájukért mennyien harcolnának, ugyanúgy nem tették fel a kezüket, még a hazájukért sem. Tehát most gondold végig, ha globalista tanítás folyik, márpedig a fiataloknál már abszolút globalista tanítás folyt, nálunk még némi nemű nacionalista tanítás volt az én időben, de most már teljesen ilyen internacionalista, ilyen globalista tanítás folyik, az azt jelenti, hogy ott már nincs hazaszeretet. Gondoljátok végig, ott nem fognak erre tehát nem fognak harcolni a saját hazájukért sem, hanem inkább odébb állnak, mint a ukránok. Hát 10 millió ukrán odébb állt, hogy ne kell harcolni, érted? Pedig a hazájáért harcolt volna, és azt mondták, hogy nem. Tehát egy ilyen világban, ahol ilyen globalizmus van, és ilyen internacionalista gondolkodás, a hazaszeretet az a nacionalista gondolkodás része, értitek? Tehát ami azt jelenti, hogy itt a népek nem fognak harcolni más érdekekért, mint tudom, az EU-s érdekekért. Persze a hogy hívják az igen, a zsoldosok, de a zsoldosok szerény, érted, lélekszám, a zsoldos hadsereg mindenütt, a szerény lélekszám. Tehát ami számottevő hadsereg lenne szerte a világon, az mindenütt a sorállomány. Tehát amikor behívják, kötelezően behívják az embereket katonának. Tehát az létszám, de az mikor ugye menni kell harcolni, mert ugye az szívesen katona addig az ember, még nem kell menni harcolni. Nem? Még elhülyéskednek ott a bakaruhába a zsoldosok, addig nincs gond. Még az sem gond, hogy harcászkodnak, meg hadgyakorlaton részt vesznek, érted? Mert ott nem hal meg senki. Csak nagyon-nagyon-nagyon ritkán. De akkor is balesetben. De az, mikor az embernek az élete van veszélybe, tehát amikor élesben háborúba küldik a zsoldosokat, hát az már azért nagyon durva. Tehát ugye ez nem olyan, ezek a tekkesek, érted? Tehát ezek a kommandósok például, hogy rajtaütést végeznek, és gyakorlatilag halál nélkül megúszszák, azt mit tudom én, 5-10-20-30 embert megölnek, érted? Mert rajtaütnek azokon, akiket megtámadtak. Egy háború az nem így működik, az nem rajtaütés. A háborúban egymással harcolnak az emberek, és ott bármikor lelőhetik. Tehát egy rajtaütésben nagyon sok százalék esélye van arra az embernek, hogy túlél. Egy háborúban 50% az esélye, hogy túlél, érted? Vagy. Így van, vagy igen, vagy nem. Tehát az zsoldos, tehát olyan emberek, akik gyakorlatilag pénzért mennek harcolni, hát ráadásul ugye erről is hallottam, hogy egy olyan ember is, szakértő is beszélt, aki ezredes volt, és ugye most is tanít a katonai főiskolán, illetve tanított, és mondta, hogy nincsenek túlfizetve a zsoldosok. Tehát az életük sokkal többet ér, mint amennyit kérnek, vagy mint amennyit kapnak zsoldot. Tehát nem, havonta nem milliókat visznek haza a zsoldos katonák. Tehát ezért mondom, hogy ki fog harcolni? Hát nem is értem, hogy gondolják ezt. Ki fog harcolni?
Tehát de mindegy, az a lényeg, hogy az embernek szüksége van egy olyan fajta mobilitásra, hogyha ne adj Isten gond van, akkor lehessen távozni. Érted? Hát akkor lehessen távozni. Tehát ugye olyan embereket vezényelnek, akik katonának és a harcba, akik igazából nem akarnak harcolni, azokkal milyen eredményt akarnak elérni? Jó, ezt most mondom nem ijeszgetésként, csak hogy átlássuk, hogy nem egy olyan világban élünk, mint eddig éltünk, érted? Tehát egy sokkal bonyolultabb világunk van, ami, ahol bármi lehet a jövőben. És semmilyen stabilitástra, tehát stabilitást nem látni, és semmilyen stabilitásra gyakorlatilag ugye a közeljövőben nincs semmilyen esély. Érted? Tehát ugye érdekes helyzet az, ami most van. Mondom, nem azért mondom ezt, hogy féljünk, mert ugye egyelőre hála Istennek nem kell, tehát egyelőre még nincs arról szó, hogy a háború kiterjed, de gyakorlatilag bármire fel kellene készülni, érted? Tehát bármire, hogy mi lesz, bármire, tehát bármilyen helyzetre. Tehát mondhatjuk azt, hogy a legrosszabbra is föl lehet készülni, meg a legjobbra is föl lehet készülni. Tehát elmúlt az a világ, az a stabil világ, hogy teljesen mindegy, hogy mi lesz, mert úgyis jó lesz. Ez a világ elmúlt. Tehát most nem egy ilyen világban élünk, ahol kiszámítható. Tehát ehhez képest, ami... Tehát itt Európában nyilván most nem a világról van szó. Tehát ehhez képest az 50-es évek hidegháborúja az azért nudlibb volt, érted? Sokkal. A hidegháborús korszakban nem volt ilyen kilátástalan, hogy mi lesz a jövő. Érted? Mert ott az igazából csak ijeszgetés volt. Tehát konkrétan megnézed, nem volt háborús konfliktus ilyen formában. Jó, hát volt olyan, hogy a Vietnámba, ugye az egyik fele, Vietnám egyik részét az amerikaiak támadták, vagy támogatták, a másik felét meg a oroszok. Tehát volt olyan, hogy gyakorlatilag egymással szemben voltak, de ugye az nem itt volt. Tehát az nem itt volt, hanem a föld másik része. Érted? Másik felé. És ott nem volt egy EU. Érted? Tehát ott volt két ország, az oroszok meg az amerikaiak, akik ugye, akiktől rettegett a világ, hogy egymásnak szaladnak, ugye emiatt, de egyébként ugyanez volt Koreánál is, utána lett a megosztás, ugye Dél- és Észak-Korea. Tehát, de gondoljátok végig, hogy itt viszont itt van egy EU is. Nem csak egy Amerikai Egyesült Államok van, mert most Amerikai Egyesült Államok támogatná Ukrajnát és az Európai Unió nem, akkor nem nagyon kellene olyan aggodalmaskodni, érted? De itt az a baj, hogy az Európai Unió támogatja, és mi az Európai Unió része vagyunk, és nem 10.000 kilométerre vagyunk, vagy 15.000 kilométerre a helyszíntől, mint az USA, érted? Nem is tudom, hány ezer kilométerre van az Amerikai Egyesült Államok Ukrajnától, érted? De pár 10.000 kilométerre. Na most mi itt vagyunk a szomszédban.
És ugyanúgy most közel vannak, tehát a mai harcászati technológiával, hát gyakorlatilag, mit tudom én, Németország sincs messze Oroszországtól. Tehát azt gondolod, hogy messze van, de ezzel kapcsolatban mutatok valamit, jó? Amit már mutattam, csak lehet, hogy nem ebben a részben. Tehát nem is értem, hogy miért kell itt a... Hát a, de értem, mert az Amerika beleviszi az Európai Uniót. Tehát ugye miért akarja Európai Uniót belevinni ebbe az egészbe? Miért csinálja ezt az USA? Tehát az amerikai gazdaság gyakorlatilag csőd szélén táncol. Tehát maga az egész ország csőd szélén táncol. Neki piacra van szükség, neki bevételekre van szükség. És erre melyik a legjobb alany? Európa és Japán. Érted? Tehát a legjobb alany. Tehát minket gyakorlatilag az USA fel akar használni arra, hogy piac legyünk, érted? Tehát amit velünk csinált az EU, hogy piaccá tette Magyarországot, és leépítették a gazdaságot gyakorlatilag, és az a gazdaság, ami van, annak a nagy része nem magyar kézben van. Tehát ez az a magyarországi gazdaság java része nem magyar kézben van, tehát gyakorlatilag leépítették a magyar gazdaságot, és kellettünk piacnak, én ezt tudtam, hogy így lesz, ezért ugye én EU ellen szavaztam annó annak idején, kellettünk piacnak, ugye eljutott az ország abba az időszakba az, hogy megvásárolták a vezetőket, eladták a vezetőink az országot, élén még ugye Antal Józseffel, tehát gyakorlatilag most ugyanezt csinálják nagyban az Európai Unióval, megvásárolják az Európai Unió vezetőit az USA, érted? És az Európai Uniós vezetők azok pincsi kutyaként nyalják a Amerika hátsóját, érted? És mert meg vannak vásárolva, és gyakorlatilag az USA-nak piac kell. És ugye mivel nő a térnyerése a kínaiaknak, nőtt a térnyerése az oroszoknak, de a kínaiaknak folyamatosan nő, ezért ugye neki, ő szorul vissza folyamatosan, tehát az USA szorul vissza, és neki piacra van szüksége, és erre itt van Európa, a piac. Tehát ami azt jelenti, hogyha az európai gazdaság visszaépül, ugyanúgy, mint ahogy a magyar gazdaság visszaépült, akkor rászorulunk ugye az amerikai gazdaságra. Tehát a magyar gazdaság ugye mielőtt az EU-ba beléptünk, direkt tönkretették a magyar gazdaságot, tehát direkt tönkretették a vezetőink, mert megvették őket, akkor ezáltal rászorultunk arra, hogy EU tagok legyünk, azóta is rászorulunk az EU-ra. Világos ez? Na most ugyanezt akarják megcsinálni, csak most az egész Európai Unióval az USA. Mint amit velünk csinált 2004 környékén az EU. Világos ez? Ugyanez a forgatókönyv. Tehát, hogy ne igazán legyen Európában gazdaság, ha legyen, van gazdaság, akkor az amerikai tulajdonban legyen, érted? Itt erről szól az egész. Na most erről azért jó, ha tudunk, hogy azért maga az amerikai, hogy is mondjam, hatalmi törekvések, amik folynak, ugye a második világháború óta, az abban semmi etika nincs. Tehát gyakorlatilag az egy tiszta elnyomás. Tehát most gondoljátok végig, mit tudom én, Amerika megtámadta Kuvaitot,
nem Kuwaitot, Irakot, bocsánat, mert Irak támadta meg Kuwaitot. Tehát Amerika megtámadta Irakot, de az oroszok nem szövetkeztek Amerika ellen, hogy mindenféle szankciót csináljanak az USA ellen, érted? Most ugyanolyan helyzet van, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, és az amerikaiak szövetkeznek az országokkal, érted? Hogy szankcionálják az oroszokat. Tehát akkor most kik a rosszak? Vagy kik a rosszabbak? Gondold végig. Tehát egy olyan világban élünk, ahol jó, ha az ember átlátja a dolgokat, és jó, ha fölkészül arra, hogy történhetnek nehéz dolgok is itt. Ugye, ami biztos, hogy várható, hogy az életszínvonal csökkenni fog. Ez biztos, hogy várható. Hát, hogyha ezt hamarosan bevezetik, amit az amerikaiak terveznek, a franciák mondjuk ellene vannak, tehát a franciák azt akarnák, hogy maradjon egy erős EU, a németek viszont azt akarják, hogy gyakorlatilag szüntessük meg a kereskedelmet, érted? EU. Szüntessük meg Kínával is, Oroszországgal is. Úgy ámblok, teljesen. Nullára futtatni. Mit tudom én, azt is tervezik, hogy ugye Tajvanban van a legtöbb csipgyártás, ott van a legtöbb ugye mikrocsip gyártás, azt telepítsék át Amerikába. Kérdezed, ugye, hogy van? Ezt át kellene telepíteni, akkor ezzel már rögtön, ugye, a csipgyártásban a USA rögtön a monopól helyzetbe kerülne. Ezt tervezgetik. Tehát itt nagyon durva dolgok vannak itt a jövőt látva, tehát a jövőre nézve. És az biztos, hogy az ember szereti a hazáját, hát de nem minden áron, érted? Tehát nem minden áron. Tehát én már az életemet nem áldoznám föl a hazámért. Érted? Emberekért feláldoznám az életemet, de a hazámért nem. Tehát az emberiségért simán feláldoznám, de a hazámért nem. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy hát ez a haza gyakorlatilag nem is a teljes hazánk. A mi hazánk az a Kárpát-medence. Ha jobban megnézzük, nem? Nem ez a hazánk, ahol most azt mondják, hogy Magyarország. A mi hazánk az a teljes Kárpát-medence. Az a hazánk. Az is volt. Tudjátok hány évezrede? 7 évezrede. Tehát 7 évezrede. A hunok, azok itt élnek a Kárpát-medencében. 7 évezrede. Azért nem semmi. Jó? És akkor lehetne ilyeneket mondani, hogy szkíták, akkor előtte mondjátok? András? Tehát mi ez a másik nép? Ilyen ősi nép? Nem. Sumér, igen. Sumérok. Így van, sumérok. Akkor mit mondtam az előbb? Szkíták. Ezek gyakorlatilag, ha a sumér, szkíta vonalon végigjövünk, ugye a sumérok a legrégebbiek, végigjövünk ezen a vonalon, és akkor ide jutunk a mai magyar néphez, érted? De milyen mai magyar nép, ami azt jelenti, hogy külön népcsoport volt a Palóc, a Székely, érted? Tehát a magyar, azt tudod, mikor jött létre? Mint nép.
Krisztus után 170-ben. Addig, mint nép, magyar nem létezett. A magyar, a magúr azt jelentette, hogy egyisten hívők. Mindenkit magyarnak hívtak, aki egyisten hívő volt. Érted? De az egyisten hívő az nem Krisztusban hitt, vagy nem egy atyaistenbe hitt, hanem a saját istenébe hitt. Hogy neki van saját istene. Érted? Abba hittek az ősi hívők. És akinek ilyen hite volt, azt mindnek úgy hívták, hogy magyar. És egyáltalán ugye a jelenlegi magyar az nem magyar, hanem hún. A széke is hún, a palóc is hún, a kunok is hunok, stb. Stb. Érted? Mind hún. Tehát mind hún törzs volt, törzs volt. A magyar is egy törzs volt, nem volt nép a magyar, törzs. 170-től, Krisztus után 170-től lett egyáltalán törzsként megjelenve, törzsként megjelenve. Tehát nem népként, törzsként. És akkor megnézzük, mihez ragaszkodunk. Hát én inkább a hunokhoz. Oké? Miért? Mert ha azt mondaná most valaki, hogy ő székely, akkor azt mondaná, hogy ő nem magyar. Mert a székely az nem magyar. A kun sem magyar. Érted? De mégis, ha jobban megnézzük, mivel keveredtünk, ezért magyarok is vagyunk. Meg székelyek is, meg kunok is, meg palócok is, meg stb. Érted? Tehát az azt jelenti, hogy maguk a hunok, ugye mint nép, na az nép, a hun az nép, a hunok, azok 7000 éve itt vannak Kárpát-medencében. 7000 éve. Tehát a jégkorszakot a hunok itt éltek túl. Miért? Mert rengeteg melegvíz forrás volt. És a melegvizek mellett túlélték a jégkorszakot. Érted? Tehát a Kárpát-medence tele van melegvíz forrása. És ezáltal ugye a melegvíz környékén még tudtak gazdálkodni is. Oké? Tehát ezáltal túl tudták élni. Egyébként a mamut az nem kihalt, az gyakorlatilag az emberek megölték az utolsó mamutokat, és megették. Nem tudom, világos-e. A kardfogú tigris nem kihalt, hanem mivel ellensége volt az embernek, ezért az ember kipusztította a kardfogú tigrist. Érted? Tehát nem kihalt, tehát nem magától kihalt. Vagy ilyen-olyan természeti katasztrófák miatt ezek kihaltak. Nem, ezt az ember pusztította ki. A jégkorszakban pusztult el az utolsó mamut. Miért? Mert az emberek megették. Érted? Szó szerint. A kardfogú tigris, azt meg mondom, sokáig volt még, az még túlélte a jégkorszakot. Csak az embernek útba volt, mert az embernek ugye emberre veszélyes volt. És ezért kiirtotta az ember. És akkor itt ugye az emberek mesében hallanak olyanokról, hogy sárkányok, és tudod, hogy sárkányok léteztek. Sőt, tüzet is tudtak okádni. Tehát ugye Kínában van sárkánykultusz, nem is kicsi. Tehát nem tudom, tudjátok-e, hogy még, tehát, és azt is tudjátok, gondolom, hogy repültek is ezek a sárkányok. Képesek voltak arra is, hogy repüljenek. És ezek a sárkányok még Mátyás korszakában éltek a Kárpátokban. Mátyás idején. Tehát a múltkor láttam egy dokumentumfilmet arról, hogy
találtak ilyen sárkányt, jégbe fagyva, fönn egy állandó jégterületen a Kárpátokban, ahol állandóan hó van. És ott találta. Ez nem most volt, egy, nem tudom, 5-10 éve találták, vagy 15, valahogy így. És ugye kiolvasztották, és elkezdték vizsgálni. Tehát gyakorlatilag megállapították azt is, hogy emberek ölték meg, és képes volt arra, hogy tüzet okádjon. Érted? Tehát magát az egész elég jó állapotban találták, mert jégbe volt fagyva. Érted? Tehát ez nem mese. Ez nem mese. Hát Kínában, gondold végig, miért van sárkánykultusz? Mert sárkányok voltak. Hát figyeld, a sárkányok simán megölték a tigriseket, a kínai tigriseket. Simán. Tehát nem tanulmányozta ilyen dolgokat? Ez nem mese. Nem mese. Tehát azok az élőlények, amire azt mondják, hogy ilyen óriási hüllők, amik hogy rég kihaltak, hogy mit tudom, 150 millió éve kihaltak, nem igaz. Egy része nem igaz. Tehát azok, amelyik tudtak repülni, azok gyorsan el tudtak menekülni, érted? Azok nem haltak ki. Jó? Azok azért pusztultak el, mert az ember kiirtotta szépen fokozatosan. Ami nem baj természetesen, hogy kiirtotta. Na szóval visszatérve, ugye egy olyan világunk van, ahol, és csak úgy érdekességként mondtam ugye ezt a sárkány kérdést, de mondom, a hunokat is nyugodtan tudnád tanulmányozni, mert mi hunok vagyunk alapvetően, és nem magyarok. Az egész világ minket hunnak tart, nem véletlenül a felségjelünk az hun. Érted? Mi meg elutasítjuk a hunságunkat. Röhely. Gondold végig. Tehát az egész világ. Ha azt mondod külföldön, hogy magyar, távolabb egy kicsit Magyarországtól, nem értik. De azt mondod, hogy hun, hungari, érted? Azt értik. Így van. Nem, mindenütt azt értik. Nem. Németek is másként mondják. Nem másként ejtik, mert ugye nekünk a mit tudom én, a néme, tehát a magyar az magyar, érted? Tehát miért ejtik másként? Tehát ők másként tudják, tehát ők nekik hunok vagyunk. Hát miért utálnak minket a világban? Azért, mert 6000 éven keresztül a hunok uralkodtak, és abból 4000 éven keresztül a világ legnagyobb birodalmába uralkodtak, érted? Miért? Ezért. Hát gyakorlatilag a hunok miatt lett több nyelvűség, a hunok miatt lett vallás. Tehát nem ők hozták létre ezeket, hanem miattuk lett, érted? Tehát azért lett ugye miattuk a nyelv, hogy ne értsék meg az irányítást. Már a fiatalok, nem tudom, világos-e. Tehát nem tudnak irányítani, ha nem érted az irányítást, mert más nyelven beszélik. Ezért megtanítottak más szavakat az embereknek, hogy ne értsék az uralkodó osztály, vagy az uralkodó, nem osztály, hanem az uralkodó népnek a nyelvét. Érted? Tehát ezért kellett, ezért lett mindenhol különböző nyelv, mert egyik helyen az asztalt ennek nevezték, a másik helyen az asztalt annak nevezték, a harmadik helyen meg amannak. Érted? És ezért van különböző nyelv a Földön. És akkor ezzel elérték azt, hogy ne tudjanak nekik parancsolni. Érted? Tehát ha más nyelvet beszélnek, akkor nem tudnak parancsolni. Hát
mit tudom én, mit tudnának veled csinálni mondjuk, ha te nem tudsz, mit tudom én mondjuk, szerbül, mit tudnának csinálni veled a szerbek, érted? Nem tudnak neked parancsolni, mert nem érted, mit mond. Érted? Mert nem tudsz szerbül. Jó, és mondom, ezért értékel azt, hogy legyenek nyelvek. Tehát nem úgy volt, hogy mit tudom én, létrehozták az embert, és akkor külön nyelveket adtak nekik. Hát miért kellett volna külön nyelveket adni? Hát az emberek alakították ki külön. Hát meg lehet állapítani, hogy minden nyelv egy ősnyelvből fakad. Ez tény. Minden nyelv egy ősnyelvből fakad. És a legkevesebbet torzult az ősnyelvhez képest a magyar nyelv. Az összes közül. Tehát mind ugyanarról a törről fakad, csak a magyar torzult a legkevesebbet, pont a Kárpát-medence miatt. Miért? Hát azért, mert a Kárpát-medencén a hegyeken, tehát a Kárpátokon át kellett menni. Érted? És a Kárpátokon való átjutás az komoly problémát jelentett, főleg a múltban, mikor ugye hidegebb volt az éghajlat. És ezáltal ugye kevesen jártak át a Kárpát-medencén, kevesen jöttek be, kevesen mentek ki a Kárpát-medencén. Ezáltal megmaradt ugye a nyelvjárás. Nem hozták be az idegen nyelvet olyan mértékben, mint máshol. És nem települtek ki olyan mértékben népek, mint máshol. Tehát annak ellenére, hogy ugye kevert nép vagyunk, de mégse vagyunk annyira kevert, mint a többi nép. Érted? Ahol lehetett jönni-menni, mert nem akadályozta területi gát a jövésmenést. Érted? Tehát régen az emberek sokkal inkább változtattak területet, hát gondold végig, hát nomád életmódú folyt sokáig, és nem voltak országok, meg országhatárok, mint manapság, ugye itt az elmúlt 1000 évben. Előtte ennek nem voltak. Lehetett jönni-menni. Jó, tehát ugye ezt most miért is mondom? Tehát, hogy tisztában legyünk azzal, hogy gyakorlatilag a mi hazánk az nem ez a ország, hanem az egész Kárpát-medence. És most függetlenül attól, hogy ebbe a Kárpát-medencében élnek más népek is, vagy más nyelven beszélő emberek. És akkor mi van? Hát azoknak is a hazájuk természetesen. Természetesen. Tehát ők is ide tartoznak ugyanúgy, mint mi. Jó? Tehát, ha megnézed, ugye a világtörténelemben, itt az elmúlt 1000 évben, itt minden megvolt ebben a Kárpát-medencében. Minden megvolt. Tehát itt hiányt semmiben nem szenvedtek. Tehát minden ásványi anyag, minden növény, ami kellett, minden megtermett, érted? Nem volt semmiben hiány. Tehát ilyen egységes, ráadásul ugye viszonylag egységes az éghajlata is a medence jellegből kifolyólag. Tehát nincs nagy eltérés az éghajlatban. Tehát ritka, tehát gyakorlatilag ilyen terület nincsen, nincs másik a Földön. Tehát ez egy különleges ebből a szempontból. Hogy mondom, körülbelül egységes az éghajlata, és minden megterem, és minden ásványi anyag, minden, ami az emberi élethez kell, az megtalálható, érted? Tehát minden megvan. Jó, és hát nyilván emiatt ugye kellene ez a medence másoknak. Jó, és ha úgy nem ment, nem jött össze, hát hogy akarták? Ugye úgy akarták, hogy hát elszegényíteni az itt lévőket, és akkor költözzenek ki maguktól. Hát ez nem jött össze. Na most akkor azt kell csinálni, hogy akkor erőszakos módon hagyják el a helyüket. Hát most megmondok példát, jó? Tehát a nyugati állampolgárok azok még kevésbé hazaszeretők, mint a keleti állampolgárok. Tehát ezt nem tudom, tudjátok-e.
De ha megnézed, hát a nyugati állampolgárok jó része, hát már nem tőzsgyökeres. Már nem tőzsgyökeres. Ami azt jelenti, hogy bevándorló egy jó része. Hát Hollandiának nagy része bevándorló. Már Németországban is rengeteg milliók vándoroltak be. Nem csak most, hanem régebben is, ugye törökök, mit tudom én, már 10 millió, vagy nem tudom, mennyien élnek Németországban törökök. Tehát ugye Nyugat-Európa, Angliában, nem is, Nagy-Britániáról nem is beszélve. Ott is rengeteg bevándorló van. Na most egy bevándorlónak az nem a hazája, érted? Ez nem a hazája. Még akkor se a hazája, hogyha ott született. Érted? Mert a szülei azok nem ott születtek. Nem a hazája. És ugye mit csinálnak az európai népek? Mit csináltak a nyugat-európai népek? Beköltöztek a bevándorlók, ők meg kiköltöztek. Érted? De úgy, hogy nem volt semmilyen háborús körülmény. De az a fehér emberre jellemző, hogyha beköltöznek olyan népek, ami nem szimpatikus számára, akkor ők meg kiköltöznek. És akkor ugye ezt akarták elérni, hogy kiköltözzenek a, ugye itt Kelet-Európa, a Kárpát-medencéből a népek, de ezek a fránya népek nem akarnak kiköltözni. Ezek itt maradni akarnak, érted? Hát jó, most mit tudom én, pár százezer, pár millió kiköltözött összességében a Kárpát-medencéből. Egy pár millió kiköltözött, érted? Összesen. Hát de abból a, mit tudom én, 30 millióból amennyi ember él a Kárpát-medencében, úgy durván 30 valamennyi, hát abból most kiköltözött mondjuk 2-3 millió ember, mi az? Semmi. Érted? Mi az? Semmi. Tehát az azt jelenti, hogy attól még marad a többség, az itt maradt, a túlnyomó többség. És akkor mi lenne, hogyha kitalálták ezt a baromságot, hogy mi lenne, hogyha feláldoznánk ezeket a népeket? És akkor nem. Ugye gondold végig a logikát. Micsoda logika? Kiküldenék katonáskodni oda, Ukrajnába, akkor itt ugye maradna Kárpát alja, vagy a Kárpát-medence az maradna sértetlen, érted? Meghalnának az emberek az oroszokkal szembe, és akkor lehet beköltözni, érted? És akkor nincs tönkretéve a Kárpát-medence, semmi gond nincs vele, érted? Mert itt háború nincs, csak éppen a népet írtják ki azzal, hogy oda küldik katonának, nem? Tök jó technika, nem? Gondold végig, milyen logika. És akkor be lehet költözni. Tessék? A nők már megerősödtek. Így van. Hát figyeld, már olyan tervezeteket is hallottam, hogy be kellene vezetni a kötelező katonai szolgálatot a nőknek is. Képzeld el? Na, itt ezen a keleti részen. Bevezetni a nők katonai kötelező katonai szolgálatát. Érted? Hát ez egy nonsensz. Egyszerűen nonsensz. Tehát hihetetlen, hogy mik vannak. És ez tervek, érted? Ez tervek. Tehát tervek. Nyilván a tervek egy jó része nem fog megvalósulni, az biztos. És ne is valósuljon meg, de gondold végig, ha ilyenek megfogalmazódnak vezetők fejében, érted? Mert nem egy átlagember fejében fogalmazódik meg, mert akkor nem tudnánk róla, hanem vezetők fejében fogalmazódik meg, érted? És abból, ami megfogalmazódott fejekben, most gondold végig, mondták azt, hogy nem fognak küldeni, mit tudom én, fegyvereket, csak sisakokat. Azóta küldenek minden, nem fognak küldeni ilyen fegyvert, azóta már küldik, nem fognak küldeni olyan fegyvert, már azt is küldik, érted? Hát egyre több olyan fegyvert küldenek, amire még előtte pár hónappal azt mondták, hogy azt sose fogják küldeni, és már küldik. Szóval ezért mondom, hogy ki tudja ebből az egészből, hogy mi a fene lesz, érted?
És így végig gondolja az ember a saját életét, és akkor azt mondja, hogy milyen, hogy nem most vagyok fiatal. Komolyan mondom, hihetetlen. Komolyan. Így van, hogy így kicseszni a fiatalokkal, mint ahogy kicsesznek most velük. Tehát itt az elmúlt pár évben. Hát onnan 2020-tól, márciustól, ahogy kiszúrnak a fiatalokkal, érted? Nem mehettek ide-oda, nem ismerkedhettek, visszahúzódóbbak lettek a fiatalok, stb. Stb. Tehát úgy kiszúrtak velük, hogy valami hihetetlen. És akkor törvényeket alkottak, hogy ne találkozzanak emberek, meg ilyen baromságok, érted? Szóval ahogy kiszúrtak itt a fiatalokkal, és ez még úgy néz ki, hogy nem, nincs vége. Hát nincs vége a dolognak. Jó, de hát mit lehet tenni? Mit lehet tenni? Hát nyilván ugye minél inkább az kellene, hogy minél hamarabb tudatosodjanak az emberek. Tehát minél hamarabb. Tehát ugye javasolnám nektek, hogy kérdezzétek meg, hogy mit szólsz ez a jelenlegi világunkhoz? Kérdezz meg, kérdezz meg. És úgy is látnád, hogy abból, amit válaszol, hogy milyen gondolkodású az illető. Érted? És hogyha olyan gondolkodású, hogy tetszik, amit mond ebből a mit szólsz ahhoz, mit szólsz a jelenlegi világunkhoz, akkor nézzen tőlem, kezdjen el nézni tőlem videót, érted? Közben persze maradj vele kapcsolatban, és minél hamarabb legyen itt tanuló, hogy ne csak a díjmentes részt hallja, hanem esetlegesen hallja a módszereket is, azokat a technológiákat, technikákat, ami az életünkhöz kell. Mert ugye a díjmentesekben nincsen technológia, az ilyen felvilágosítás. Tehát így ilyen, az első rész az ilyen nyitogatás, szemnyitogatás, érdeklődéskeltés. A második rész az, ami a lényeg igazából. És minél hamarabb, minél több embernek kellene kinyitni a szemét, érted, hogy ne tehessenek meg velünk azt, amit akarnak, érted? Mármint a népekkel, nem velünk, hanem a népekkel ne tehessenek meg azt, amit akarnak. És itt mondom, itt nem a nyugati emberekkel van ebből a szempontból gond, mert messze vannak Ukrajnától, nem azok, akik viszonylag közel vannak Ukrajnához, és Oroszországhoz természetesen. Tehát bulgárok, románok, ugye magyarok, akkor szlovákok, lengyelek, csehek. Ja, azt akartam mutatni, igen. Erre gondoltam. Látod? Erre gondoltam, erre a területre. Kaliningrád. Nem tudom, figyelitek, hogy itt van egy nyílegyenes határ. Tehát ez nem természetes határ. Tehát olyan határ, természetes olyan határ, hogy nyílegyenesen nem létezik. Csak olyan határ lehet, ami nyílegyenes, amit úgy hoztak létre, érted? Tehát nem természetes határ. És ez a rész, ez az Oroszországhoz tartozik. Annak ellenére, hogy mögötte Litvánia van, látod? És alatta Lengyelország. És ha megnézed, itt pedig már Németország van. Ez távolságban nem olyan messze van, látod? Tehát innen itt van. Azt mondja, hogy ez 50 kilométer, ha jól látom, ez. Tehát ez gyakorlatilag 200-300 kilométer. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy nem értem, hogy mi a manótól nem félnek mondjuk a németek, mikor elég közel van hozzájuk.
Érted? A lengyelekhez meg aztán végképp. Szomszéd. Tehát ezt megnézed, hogy tisztában legyél ezzel. Jó? Rámegyek. Kaliningrád, Oroszország. Világos ez? Tehát az orosz terület. Tehát ezt nem veszi figyelembe senki. Olyan, mintha ez itt nem létezne. Érted? Tehát ez a rész szinte nem létezne. Ez régen Poroszország volt. Kelet-Poroszország úgy hívták. Nem így, ez nagyobb volt, nagyobb terület volt. Kelet-Poroszország. És az azt jelenti, hogy ez a Kelet-Poroszország, ez Németország része volt. Tehát emiatt robbant ki a második világháború, hogy a lengyelek lezárták azt az utat, ami oda vezetett a Kelet-Poroszországhoz. Érted? Emiatt robbant ki a második világháború. Emiatt a terület miatt. Csak az nagyobb volt a Kelet-Poroszország. Meg tudod nézni régi térképeken, gyönyörűen lehet látni, megnézegettem ezeket, hogy mekkora volt az mondjuk az első világháború előtt az a terület, mekkora volt a második világháború előtt az a terület. Jó? Lehet látni gyönyörűen. Csomó olyan térkép van fönn a Google-ba, ahol ugye ezt lehet látni. És itt van ez a terület, ez Oroszország az egész terület. Jó? Tehát Oroszország nem olyan távol van, főleg Lengyelországtól. Hát hiába, ugye megnézzük, közte van még Fehér Oroszország, meg Litvánia, ugye Oroszország között, de nem egészen így van. Oroszország ez is. Oké? És oda olyan rakétákat terepít, amit akar. Mert az a saját területe. Senki nem szólhat egy szót se, hogyha ő a saját területére rakétákat telepít. És nem tudom, tudjátok-e, hogy az amerikai, tehát az oroszoknak több atomrakétájuk van, mint az oroszok, mint a USA-nak. Ugye ezt nem tudom, tudjátok-e. Hát több. Méghozzá lényegesen több az atomrakétájuk. Tehát ugye itt az a probléma, hogy egy ilyen, ugye a szakértők elmondják, hogy egy tehát atomhatalommal szemben nem lehet győzni. Tehát elmondja az összes katonai szakértő, hogy atomhatalommal szemben nem lehet győzni. Mert fogja azt utolsó esélyként beveti az atomot. Világos? És akkor onnantól kezdve senki nem győz. Érthető ez? Tehát figyeld, meg van állapítva, hogyha a németek előbb kitalálták volna az atombombát, mint az amerikaiak, mert ugye nem tudom, tudjátok-e, hogy az amerikai atombombát azt a német tudósok fejezték be. Nem az amerikai tudósok. Tehát a német tudósok fejezték be az amerikai atombombát. Jó, és lényeg az, hogyha megvan állapítva, az amerikaiak helyett a németek még kitalálták, tehát létrehozták volna, tehát megalkották volna az atombombát, akkor nem tudták volna legyőzni őket. Érted? Tehát Németországot nem lehetett volna legyőzni a második világháborúban, hogyha a kutatások az atombomba terén előrébb jártak volna Németországba. Tehát az összes atom kutatással foglalkozó német tudóst vitték ki Amerikába, és ők fejlesztették ki gyakorlatilag pár hónapon belül az atombombát. És ugye azt tudjátok, hogy nem is volt kísérleti atomrobbantás, hanem Nagasakin és Hiroshimán volt a kísérleti atomrobbantás. Érted? Az volt a kísérlet. Tehát egyszerűen létrehozták, azt mondták, valószínűleg működni fog, dobjátok le. És le is dobták, és működött. Világos ez? Tehát egy atomhatalommal szemben nem lehet háborút nyerni. Tehát mondom, ha a németek, tehát ezt katonai szakértők elmondják, ha a németek időben
előrébb tudták volna hozni a atombomba feltalálását, akkor itt nincs német, tehát nincs ilyen jellegű második világháború végeredmény, mint ami lett. Érthető ez? Tehát ugye nem véletlenül csinálják a hagyományos fegyverekkel ezt a háborút, mert az atom háborúnak nincs nyertese. Tehát annak nincs nyertese. Tehát ugye, de ez csak egy terület. És mi van a mondjuk az orosz tenger alatt járókkal? Mi van azzal a például olyan robot tenger alatt járójuk van, atom töltetett cipelő kis tenger alatt járó, az egész csak valami 20-25 méter, érted? Ami képes arra, hogy a tenger fenéke megbújjon, és akkor időnként előrébb haladjon, majd megint megbújjon, majd előrébb haladjon, senki nem tudja felfedezni, érted? És azzal gyakorlatilag be tud cserkészni bármilyen országot, ami a tenger part közelében van, vagy óceánpart közelében, érted? Tehát nem lehet az oroszok, tehát nem lehet az oroszokat nem számításba venni katonailag. Nem lehet olyat csinálni, hogy összehozunk egy hadsereget, mit tudom, Ukrajnáért, mert nincs ukrán katona, és akkor megtámadjuk a Ukrajnában lévő oroszokat. Hát most mondok példát, jó? Tehát a csehek azért haragudnak nagyon az oroszokra, mert volt nemrég egy eset. Ugye a Krímt elfoglalták, ha jól emlékszem, 14-ben az oroszok. És fegyverraktárt működtettek a csehek, amivel az ukránokat támogatták volna. És ezt a Csehországban volt ez a fegyverraktár. És az orosz titkosszolgálat ezt felrobbantotta, ezt a Csehországban lévő fegyverraktárt, akkor nem is tudtunk róla semmit. Semmit nem is hallottunk róla. Tehát volt egy hatalmas robbanás Csehországban, fölrobbantották az egész raktárt, érted? Amely azt a célt szolgálta volna, hogy az ukránokat támogassa az oroszokkal szembe a Krímkor. Érted? És ezt nem bocsátották meg a csehek az oroszoknak. Csak mondok egy példát. Ugye a lengyelek meg nem bocsátották meg a Katint. Azt tudjátok, mi Katin fölött lerobbantották az egész, fölrobbantották azt a gépet, ami vitte az egész lengyel kormányt. Ugye azt állítólag az oroszok csinálták. És vagy így van, vagy nem, legalábbis az oroszokra fogták. És ezt a lengyelek nem bocsátották meg. Tehát most összehozzák ezt a két dolgot, ezt a orosz ellenességet, ugye a cseheknél, ugye emiatt a fegyverraktárrobbantás, a lengyeleknél meg a ráadásul, nem tudom, tudjátok-e, hogy a mostani miniszterelnöknek valami rokona volt az akkori egyik halott valami testvére vagy kicsoda, aki a repülőn meghalt ott a lengyel kormányban. Tehát ilyen érdekes helyzetek vannak, tehát ilyen személyes problémák, tehát nem a népnek van baja a néppel, érted? Hanem bizonyos embereknek, meg a hatalomnak van baja, érted? Nem is értem, tehát gondoljátok végig, hogy a csehek, a szlovákok, a lengyelek, az oroszok, ez mind szláv nép, az ukránok, ez mind szláv nép. Tehát ez olyan, mintha mi háborúznánk magyarokkal, az ukránokkal, vagy a palócokkal, érted? Vagy a németek háborúznának az osztrákokkal, vagy a poroszokkal, mit tudom én, a szászokkal, érted? Jó, csinálták ezt régebben,
de nem olyan szinten, mint most. Mert ugye régebben csinálták ezt. Tehát gyakorlatilag a saját rokon népükkel háborúznak. Szóval érdekes ez az egész helyzet. No. Hát lényeg az, hogy ránéztem az órára, és nagyon elment az idő, hogy a Manóba. Lényeg az, hogy csináljátok azt, amit beszéltem. Jó? Hogy nézzétek, nézessétek a videóimat, illetve nagyon sokan nézik. Sokkal többen nézik a videóimat, mint akik tanulok. Keressétek azokat az embereket, akik nézik a videóimat. Érted? És tegyétek tanulóvá. Miért? Mert az kevés, hogy csak valaki nézi a díjmentes videót, mert abban nincs módszer. Nincs módszer. Tehát az emberek, ha nem látják át a dolgokat, könnyedén megvezethetők. És ugye arról is lehetne még beszélni, hogy, de már nem fogok, hogy mennyire meg lehet változtatni egy provokációval a népnek a hozzáállását. Tehát most gondoljátok végig, hogy azért szálltunk be a második világháborúba, mert Kassát állítólag orosz gépek bombázták. Érted? Tehát német gépek orosz felségjellel bombázták, tehát ráfestettek a német gépekre orosz felségjelet, és azok bombázták Kassát. Erre mi beszálltunk a második világháborúba az oroszok ellen. Érted? Tehát, mert az arra a társadalom elfogadta, hogy akkor szálljunk harcba, hiszen megtámadtak minket az oroszok. Érted? És ez sorba erről szól a történelem, hogyha be akarják, meg akarják változtatni egy népnek a hozzáállását egy másik néphez, akkor mit tudom én, csinálnak egy provokációt, ami igazából nem is úgy van, mint ahogy, most erre a legjobb példa, hogy Amerika milyen arab ellenes lett, amiatt, hogy ráfogták az arabokra, hogy fölrobbantották a tornyokat. Érted? Illetve neki mentek repülővel. Ezáltal az amerikai nép, gondold végig, addig nem volt arab ellenes, utána arab ellenes lett. Érted? Na most ezt a tudatlan emberekkel lehet megcsinálni, hogy egy esemény miatt ilyen vérengző hangulatot vegyen föl a nép. Érted? Tehát azért, mert történt egy esemény, és akkor... Tehát most gondold végig, hogy minden utána történt, utána volt ok arra, hogy katonai lépéseket tegyenek ezzel az országgal szemben, meg azzal az országgal szemben az amerikaiak. Hát mert a lakosság elvárta, hogy bosszút álljanak azért, mert belehajtottak a repülővel a tornyokba, érted? Csak ugye fura az egész, mert egy toronynak a tetejébe bele mennek, akkor ugye mi történt? Ott történt egy robbanás, és hogy dőlt össze utána az egész? Érted? Tehát, hogy? Tehát alul mi köze volt 50 méterre lévő robbanásnak, vagy 100 méterre lévő robbanásnak, hogy, össze kellett az egésznek dőlnie? Na jó, de azt akkor nem vizsgálták nyilván. Azóta már igen, és kiderült, hogy nem egészen úgy vannak a dolgok, de ez most részletkérdés. Szóval mondom, gondold végig, hogyha az emberek nem tudatosodnak, akkor elhisznek mindent, és azt csinálnak velük, amit akarnak. Érted? És akkor nekünk ez lenne az egyik fontos feladat ebben a világban, hogy az emberek
minél informáltabbak legyenek, és minél inkább képesek legyenek arra, hogy gondolkodjanak. Érted? Tehát most gondold végig, mit tudom én, ennek hatására, hogy ugye nehéz a kilátás a jövővel kapcsolatban, azt mondják az emberek, jó, hát akkor mit lehet itt tenni, akkor merüljünk depresszióba, érted? Hát nem ez a megoldás. Nem ez a megoldás. De az a megoldás, hogy az ember minél felvilágosultabb legyen, és átlássa a dolgokat, és ha minél többen átlátják a dolgokat, akkor nem hagyják azt, hogy kijátsszák az embereket egymással szemben, vagy a népeket egymással szemben. Érted? Mert itt most erről szól a történet, hogy most már nem elég, hogy az oroszok ellenség, már a kínaiak is ellenség. Miért? Miért? Érted? Miért? Hát még meg se támadták Tajvan. És már ellenség. Miért? Azért, mert gazdaságilag képesebb fejlődni, mint Amerika. Azért, mert a sárgák sokkal dolgosabbak, mint a fehérek. Sokkal. Érted? Hát miért nem importálnak sárgákat, és akkor azok dolgosak lennének? Miért importálnak barnákat, meg feketéket, akik nem annyira dolgosak? Nem? Ha van elég sárga a világban, nem? Ők vannak a legtöbben, a sárgák. Hát miért nem azokat hívják migránsnak? Nem? Hát sokkal, azok legalább dolgosak. Hát megnézed, az itteni kínaiak, vietnámiak mind nagyon dolgos. Mind, kivétel nélkül. Így van. Nem is értem. Hát ha azt akarják, ugye, azt hazudják, hogy azért kellenek a migránsok, hogy legyen elég dolgozó. Érted? De hát milyen migránsok? Barnák meg feketék, de azok nem akarnak dolgozni. Sárgák, azok szívesen dolgoznak. Miért nem migrálnak sárgákat, nem? Azok dolgoznának. Erre mit csinálunk? Ugye a sárgák is ellenségünk lettek hirtelen. Tehát egyszerűen, érted? De ez azért tudják megcsinálni, mert olyan tudatlan a nép, hogy valami hihetetlen. Érted? És az embereknek, ugye a tudatlan embereknek be tudják nevelni azt, hogy igen, ő az ellenségkép. Tehát azért megy neked rosszabbul, mert ők léteznek. Érted? És akkor ezt a tudatlan ember elhiszi. Tehát most gondold végig, mit tudom én, a második világháború óta mi bajunk volt nekünk az oroszokkal? Semmi. Itt voltak Magyarországon, és érzékeltük azt, hogy itt voltak. Azt érzékeltük max, hogy néha dübörögtek a gumikerekes, nem tankok, harci gumikerekes járműveikkel mentek ide-oda az országba, érted? Ennyi volt. Ide-oda vonultak. Ezt érzékeltük. Ezen kívül mit? Semmit. Mi bajunk volt velük? Semmi. Érted? Most meg hirtelen totál ellenség. Jó, nekünk magyaroknak nem, de a többi országnak totál ellenség. Tehát mi nem akarunk velük konfliktusba keveredni, egy csomó üzleti kapcsolatunk van az oroszokkal, érted? Nem akarjuk azokat felmondani. Gondold végig. Hát most azzal, hogy felmondják az üzleti kapcsolatokat az oroszokkal, kínaiakkal, kikkel szúrnak ki? Hát kiszúrnak azokkal a vállalkozásokkal, amelyik azokkal üzletelnek, érted? És kiszúrnak a néppel. Nem? Szó szerint. Tehát most gondold végig, lehet, hogy azt gondolod, hogy de hát akkor majd megint beindul az a termelés, amit most Kínából származik, és mivel nem hozzák majd a kínai termékeket, akkor beindul majd a termelés. Igen, de mennyi be fog kerülni neked? Érted? És mennyi idő, mire újból beindítják?
Tehát azt mondják, hogy semmi gond, majd idővel, középtávon, nem rövid távon, majd közép és hosszú távon, majd pótolja a gazdaság a kieső orosz és kínai termékeket, érted? És addig mi lesz? És milyen áron fogja pótolni? Hát itt van egy magas életszínvonal, ami azt jelenti, hogy jó drágán dolgoznak az európai emberek. Érted? Tehát drágán fogják előállítani azokat a termékeket, amit most bagolyért megvesznek Kínából. Világos ez? Tehát ezt nem látják át? Nem látják át? Csak van egy ellenségkép, és akkor ellenségeskedjünk. Jó? Tehát az lenne a dolgunk, hogy az emberek akarjanak tudni, érted? Ne csak azt akarják tudni, amit a média mond, hanem azt, ami a valóság, azt akarják tudni. És ne akarják azt az emberek, hogy ilyen ellenségképeink legyenek, és más népek azok ellenségeink legyenek. Mit értünk azzal valaha is, hogy egy másik nép ellenségünk volt? Mit értünk vele? Soha semmit, érted? Tehát egy népnél soha nem vezetett jóra még, ha egy másik nép az ellensége, nem? Gondold végig. Az ellenség az mindig szegénységet okozott. Tehát amikor kialakították a népekbe az, hogy van egy ellenséges nép, és ezáltal összetűzések lettek, az mindig negatív következménnyel járt a népre nézve. Nem bizonyos emberekre, hanem a népre nézve. Tehát a nép mindig ebből az ellenségeskedésekből a rövidebbet húzta. Mind a két oldalon. Nem csak az egyiken, mind a két oldalon. Most, hogy az oroszok háborúznak az ukránokkal, az az orosz népnek sem jó. Érted? Tehát azzal nekik nem gazdasági növekedésük lesz, meg nem gazdaság, bocsánat, kit érdekel a gazdasági növekedés? Egy dolog érdekel, érdekli az embereket. Az életszínvonal növekedés. Tehát ha háború van, nincs életszínvonal növekedés. Legfeljebb a háború után, érted? De addig, míg a háború van, sehol nincs életszínvonal növekedés. Addig, míg a háború volt, az USA-ban, tehát míg az USA háborúzott, addig ott sem volt életszínvonal növekedés. Majd utána. Érted? Tehát a népnek egy háború, egy ellenségesség semmilyen szempontból nem jó. Jó? És semmilyen népnek nem jó. Egyes embereknek jó. Oké, de nem a népnek. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Ez egy kicsit rendhagyó volt a többihez képest, ez az előadás. Teljesen rendhagyó volt. Nézzétek a videóimat, jó? És ha úgy látod, hogy érdekes, amit a videókban látsz, akkor tessék jönni tanulónak, mert sokkal érdekesebb, amikor a tananyagot vesszük, és nem mikor arról beszélek, hogy mi a helyzet a világban, jó? Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!